kezdődnek az árverések. Októbertől ez év végéig a kormány 350 ezer hektár állami földet értékesít, ami az összes magyarországi termőterület 6%-át jelenti. Segítség a tanulóknak. A megyei kereskedelmi és iparkamara célja, hogy 2018-ra a szakképzésben résztvevő tanulók 70%-át hozzá tudják segíteni a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez. Elismerő minősítés, a Nyíregyházi Állatpark kategóriájának legjobbja Európában. Októbertől ez év végéig a kormány 350 ezer hektár állami földet értékesít, ami az összes magyarországi termőterület 6%-át jelenti. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az állami földekért felelős államtitkár tájékoztatása szerint hetente átlagosan 500-600 árverést tartanak majd. Az eladásra kínált birtokok 98%-át már bérlik, elsődlegesen nekik kínálják fel elővásárlásra a területeket. A Nemzeti Földalapkezelő az eladásra szánt földeket a piaci ár fölött fogja meghirdetni. Az 50 ezer helyrajzi számon lévő terület értékesítése egyes becslések szerint kicsivel több mint 5 milliárd forintba kerül majd, viszont az eladásokból összesen legalább 300 milliárd forint bevételt vár a kormány. Az összes magyarországi termőföld nagyjából 6%-át jelenti ez. A jelenleg is a gazdák művelik ezeket a területeket, és felkínáljuk egy nyilvános árverésen, licitre. Nagyjából ez a 350 ezer hektár, ami ezzel a programmal érintett. Ezeket a területeket a földforgalmi törvény szabályai szerint és nyilvános árverésen fogjuk értékesíteni, tehát nem egy pályázati rendszer lesz, hanem a törvény pontosan megmondja, hogy ki vásárolhat, és maximum mennyit vásárolhat Magyarországon, és az, hogy valójában ki tudja ezeket a területeket megvenni, a törvényi szabályokon túl egy ilyen árverés fog még ebben segíteni nekünk. Magyarországon az elővásárlási sorrendben az első 8 helyen a helyben lakó földművesek szerepelnek, tehát elsősorban a helyi családi gazdák számára nyílik lehetőség a területek megvásárlására, tette hozzá az államtitkár. Az árverések azok valahol október hónapban fognak kezdődni. Nyilván ezt megelőzi majd, ahol a helyrajzi számokat nyilvánosságra hozzuk, és pontosan látni fogja mindenki. Lesz arra idő, hogy megnézze, hogy mely területek azok, amelyek őt érdeklik. Nyilván meg kell hirdetni ezeket a területeket. Én abban reménykedem, hogy az idei évben le tudjuk zárni ezeket az árveréseket. Az érdeklődők a Magyar Közlönyből, a Nemzeti Földalapkezelő honlapjáról és várhatóan egyedi hirdetményekből tájékozódhatnak majd az árverésekről. Nem ért egyet a Jobbik az állami földek eladásával. Szerintük egy olyan újraelosztásra lenne szükség, ami képes vidéken tartani az embereket, hangzott el a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A Jobbik megyei elnöke azt hangsúlyozta, az értékesítés azért sem indokolt, mert a bérleti díjakból származó bevétel is segíteni a költségvetést. Adorján Béla hozzátette, a vidéki élet és megélhetés alapja a mezőgazdaság, ennek hiánya előregedéshez és elnéptelenedéshez vezethet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Véleményünk szerint Magyarország jelenleg nincsen csőd közeli helyzetben, tehát nem indokolja azt a magyar költségvetés, az országos költségvetés, hogy eladják az állami területeket. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pedig egy olyan halmozottan hátrányos, hogy ezzel csak ártani fogunk. Tehát az a bevételi oldal, ami képződni fog mondjuk a két esztendő alatt a kormány terve szerint, mint egy 334 milliárddal számolnak. Elképzelhetetlen, hogy olyan mértékben áramoljon majd ez a bevételi forrás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, hogy kompenzálni tudja az eladott földek értékét. Nem fogja tudni kompenzálni, tehát semmi nem indokolja költségvetési oldalról. A nemzetközi és szervezett embercsempész maffia is veszélyt jelent hazánkra. A migráció kapcsán Magyarország és egész Európa biztonsága veszélyben van, mondta el a Fidesz nyíregyházi sajtótájékoztatóján Simon Miklós országgyűlési képviselő. A politikus szerint sajnálatos, hogy nincs egységes európai álláspont és fellépés a jelenlegi bevándorlási válság kapcsán. Petneházy Attila kormánypárti képviselővel együtt úgy fogalmaztak, amit tehetett Magyarország, megtette. A kerítés építésével, a jogi határzárral, a határok rendészeti megerősítésével a zöld határon átlépő illegális bevándorlók száma némileg visszaesett déli határainknál.
Simon Miklós a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy az ellenzéki pártok híresztelésével ellentétben még ebben az évben megépül a Nagykállót Újfehértóval összekötő 49-12-es út első szakasza. Megvan a kormánydöntés, hogy az Újfehértó-Nagykállói út megújul, és folyik a pénzek összeszedése. Nos, az első része az reményeink szerint ebben az évben megújul az útnak, ez pedig az Újfehértó belterületet jelenti, a kormány 815 millió forintot biztosított erre, és ilyen formán azok a szirén hangok, amelyeket lehetett hallani, azok csak rossz indulatú kritikák voltak véleményem szerint, és itt is szeretném ezt visszautasítani. Ha egy hetet vártak volna, akkor ők is meggyőződhettek volna, a Jobbik és a szocialisták is, hogy mi nem csak ígérgetni szoktunk, hanem amit ígérünk, azt megpróbáljuk betartani. Lázár János szerint is bűncselekmény történt az ESZOSZ-nál, valamint a minisztériumoknál is történhettek visszaélések. Ezt Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s országgyűlési képviselő mondta nyíregyházi tájékoztatóján. A politikus kiemelte, Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter a hétfői parlamenti ülésen válaszolt a szövetkezettel kapcsolatos kérdéseire. Lázár János a válaszában elismerte, hogy maga a cég is bűncselekményt követett el, szóval nagyon fontos az, hogy be fog bizonyosodni az ügy végén, hogy költségvetési csalás történt. A másik, hogy a minisztériumok által is történhetett visszaélés bűncselekmény, és pontosan az FVM, a Földművelésügyi Minisztériumot emelte ki Lázár János, mivel hogy a FVM alá tartozó három állami erdőgazdaság volt az, aki leghamarabb visszalépett a projektől, így mondjuk a magát az Európai Uniós projektet, és ezt kell kideríteni első körbe, hogy mi alapján döntött önjogulag a három erdészeti vállalat, állami erdészeti vállalat, hogy ő visszalépettől a támogatástól, úgymond az erdőterületeknek a biztosításától. Ezek a folyamatok jutottak odáig, hogy maga ez a projekt bedőlt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara célja, hogy 2018-ra a szakképzésben résztvevő tanulók 70%-át hozzá tudják segíteni a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez. A duális szakképzés szabályozása mellett a szakképzési hozzájárulás is jelentős változásokon esett át, hangzott el egy vásárosnaményban tartott fórumon. A szakképzési törvény legfőbb változása, hogy az idei évtől már a második szakképesítés oktatása is ingyenessé válik, amelyen a felnőtt oktatás keretében lehet részt venni. Emellett ez évtől a nappali tagozaton és a felnőtt oktatási rendszerben résztvevőkkel is köthető tanulószerződés. Ez is elhangzott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara szakképzési fórumán. A kamarának a célja, hogy 2018-ra 70%-ban tudjuk kihelyezni a tanulókat a munkaerő piacra. Ez egy hosszú távú elképzelés, ehhez az is szükséges, hogy minél több gazdálkodó szervezetet tudjuk bevonni ebbe a rendszerbe, minél többen vállalják fel a gyakorlati képzést. Ehhez az állam hozzáteszi a jogszabályi rendszert, illetve jó normatívákat biztosít számukra, tehát biztos vagyok benne, hogy megéri a tanulóképzéssel foglalkozni, másrészt pedig a saját munkavállaló tud majd magának kitermelni. A képzési területek a helyi szakképzési centrumok irányítása alá tartozó intézményekben érhetők el. A szakképzési centrumok 2015. július 1-én kezdték meg működésüket átfogó feladatkörrel. Alapvetően egy fenntartói, működtetői és szakmai felügyeleti szerepet töltenek be. Lassan kialakul a szervezeti felépítése. A céljai, feladatai azok adottak a duális szakképzés, illetve a szakképzési törvényben megfogalmazottak alapján. A Kisvárdai Szakképzési Centrumhoz 5 tagintézmény tartozik, Zájontól Csengeren át Fehérgyarmatig, és természetesen Kisvárda. Ide körülbelül 3000 tanuló jár, és lényegében ugye megörökölt a szakképzési centrum azt a szakmai struktúrát, amit ezek az intézmények kialakítottak maguknak.
A Kisvárdai Szakképzési Centrumban pedagógiai, fémipari, könnyűipari és idegenforgalmi képzést nyújtanak. Jelenleg szakképző, szakiskolai és gimnáziumi formában oktatnak az intézmények, ami a következő tanévtől megváltozik. Szakközépiskola és szaki gimnáziumi rendszerben lesznek elérhetők a képzések. A Nyíregyházi Állatpark kategóriájának legjobbja Európában. Anthony Sheridan, független állatkerti elemző alapítványa idén is közzétette állatkerti minősítési rangsorát. Ez alapján az 500 ezer látogató alatti kategóriában lett első a Nyíregyházi Állatpark. Az Európa egyik legnagyobb állatállományával rendelkező kert több faj megmentési programban, természetvédelmi kutatásban is részt vesz, valamint oktatásokat is szervez, többek között ezért is végezhetett az előkelő helyen. Évente közel 450 ezeren látogatják a Nyíregyházi Állatparkot, közülük 180-200 ezer külföldi vendég, mondta a park igazgatója. Gajdos László kiemelte, Európa több mint 100 állatkertjét három csoportba osztja évről évre Anthony Sheridan alapítványa, így rangsorolják azokat több szempont szerint. Természetesen nézték, hogy milyen a gyűjtemény. Tehát azért nagyon fontos, hogy milyen állatokat tart egy állatkert, képes-e, nagyon ritka, nagyon nehezen tartható fajokat tartani, képes-e komoly fajmegmentési programokban részt venni. Nyíregyháza természetesen élen jár ebbe, és közel 100 fajmegmentési programban veszünk részt. Aztán nézték azt is, hogy hogyan bánunk a feltörekvő nemzedékkel. Nagyon fontos az oktatási program. Na most több mint 3000 gyermek ilyen-olyan formában megjelenik nálunk. A Nyíregyházi Állatparkban, nyári táborokban és különböző állatbemutatókon is tanulhatnak a gyerekek a sokszínű állatvilágról. A parkban tartott tájékoztató Nyíregyháza polgármestere pedig arról szólt, az elismerő minősítés nem csak az állatkertnek, hanem a megyeszékhelynek is fontos. Bármilyen területen, ha valahol egy európai szintű versengésbe egy vidéki város benevez, vagy benevezhet, mert ugye itt még ahhoz is egy szűrő kellett, hogy a minősítések között szerepeljünk, és Európa első díját nyeri el, két dán állatkerte megosztva, azt gondolom az óriási dolog. És ugye a mi állatkertünk, hát látható, hogy az elmúlt években is folyamatosan fejlődik, segíti a látogató számot a turizmus növekedése is, és hát az önkormányzat teljes mértékben támogatja, hiszen az állatkert az Nyíregyháza brendjéhez szervesen hozzátartozik már hosszú évek óta, és most lám egy európai szintű szakmai elismerést nyert. Az 500 ezer látogató alatti kategóriában Szeged a 26., Veszprém a 33. lett, az 1 millió látogató felettiek között pedig a fővárosi állatkert a 14. helyen végzett. A Nyíregyházi Állatpark 300 ezer négyzetméterén egyébként több mint 500 faj és 5000 állat él. A látogatók leginkább ezért részesítik előnyben a sóstói állatparkot, amely folyamatosan bővül és fejlődik, legújabb látványosságát, amely majd az Andok világ mutatja be, jövő tavasszal adják át. Római ruhakapcsoló tűket állítottak ki a Nyíregyházi Józsa András Múzeum földszintjén. Az értékes műtárgyakat hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. 9. bajnoki meccsét is megnyerte a Nyíregyháza Spartacus, így Mátyus János együttese egyedüliként 100%-os az NB1, az NB2-es és az NB3 79 csapatot felvonultató mezőnyében. Együttműködési megállapodást írt alá a Szabolcs-Szatmár Beregmegyei Kórházak és Egyetemi Oktató Kórháza Nyíregyházi Sportcentrummal. A szerződés értelmében a kórháza szakmailag indokolt és sürgős ellátást igénylő esetekben soron kívüliséget biztosít a sportolók számára. Római ruhakapcsoló tűket állítottak ki a Nyíregyházi Józsa András Múzeum földszintjén. A több mint 10 éve talált díszes viseleti kiegészítők szeptember hónap műtárgyai. A Felsősima környékén még az autópálya építése előtti ásatáson talált tűket hamarosan az október hónap műtárgya váltja. Pár nap múlva már egy vajformázó edényt tár a nagyközönség elé a múzeum.
Ez a több mint 140 éves múltra visszatekintő Józsa András Múzeum honlapja, az intézmény küldetése, hogy munkatársai kutassanak, oktassanak és szórakoztassanak is. Ezért is indították el a Hónap műtárgya című kezdeményezésüket. A cél, hogy a múzeum különböző gyűjteményeiben rejtező kincseket, vagy eddig még nem, esetleg már régen látott műtárgyakat tárjanak a nagy közönség elé. Az erre a célra szolgáló vitrínben szeptemberben 9 római ruhakapcsoló tűt mutatnak be. A régészek több mint 10 éve találták ezeket. Eleve egy kicsit extra a formájú, tehát ezeket úgy kell elképzelni, mint a brosokat. Tehát igazából viseleti elemek, de hát azért ez a népesség, akik itt éltek, ez egy iráni népesség, rendkívül csiricsári színes viseletben járkáltak, úgyhogy nagyon szerették ezeket a díszes kapcsolótüket, amelyek általában bronzból készültek, de nagyon jó a kérdés, mert van közöttük egy rendkívül ritka példány, amelyik ezüstből van. Ezeknek rendszerint a fellapja díszítette egy kicsit, de önmagában véve, hogy a vállokon csillogott, azért szerették. A Felsősima környékén még az autópálya építése előtti ásatáson talált tűket hamarosan az október hónap műtárgya váltja. Októberben egy vajformázó edényt tár a nagyközönség elő Ratkó Lujza kolléganőnk, ugye ő a Néprajzi Osztály oszlopos tagja. Ez egy nagyon szépen formázott fa dobozka, tulajdonképpen arra szolgált, hogy a vajat ebben szállították a piacra, és amikor ezt kiterítették a vevő elé a pultra, akkor a vaj ennek a fa edénynek a lenyomatát magára öltve nagyon ízlésesen, gusztusosan lett tálalva. A múzeum pedig októberben is több színes programot szervez, majd többek között a hónap közepén krúdi napokat tartanak, az érdeklődők pedig a restaurátori munkával is megismerkedhetnek. Benedek Elek születésének évfordulóján szeptember 30-án ünneplik immár 11. alkalommal a Magyar Népmese Napját. Ország és megyeszerte mesefelolvasásokat, színes programokat tartottak ma. Nyíregyházán többek között a Sóstói Múzeumfaluban várták a gyerekeket. A népmesékből jól ismert égigérő fa alatt a Skanzen központjában kezdték a gyerekek mesés napjukat, majd több helyszínen keresték az elrabolt királykisasszonyt. Az égigérő fa csúcsán, legtetején lakó sárkány elrabolta a királykisasszonyunkat, és a királykisasszonyt a gyerekeknek meg kellett menteni. És hogy hogyan? Hát ezért jártak portáról portára a virágos kertbe, a gyógynövényeshez, a kovácshoz, ahol a tártos paripa információkat, nagyon sok hasznos dolgot mondtak el, és végül a szigorú sárkány kérdéseire, ha meg tudták adni a választ, akkor kiszabadult a királylány. Kilencedik bajnoki meccsét is megnyerte a Nyíregyháza Spartakusz, így Mátyus János együttese egyedüliként 100%-os az NB1, az NB2-es és az NB3 79 csapatot felvonultató mezőnyében. A Spari táján győzött 1-0-ra, szombaton pedig a Somos esegárdáját fogadják a Városi Stadionban pölöskeiék. Újabb győztes mérkőzést tudhat maga mögött a Nyíregyháza Spartakusz, amely táján lépett pályára a bajnokság 9. fordulójában. A találkozó esélyesei a vendégek voltak, akik ennek szellemében végig is támadták az első félidőt, és a 41. percben Kosztis révén meg is szerezték a vezetést. Mint később kiderült, ez a találat a 3 pontot jelentette a Spari számára. Tükrözi az eredmény játék képét, hiszen valóban nehéz körülmények között játszottunk, de ezzel nem szeretnék különösebben foglalkozni. Nehéz mérkőzésünk volt, hétközben volt egy kupa mérkőzésünk, amelyet sikerrel vettünk. Mindenképpen a 3 pont megszerzése volt a cél hétvégén is, ez sikerült, az első fél időben jól játszottunk. A második fél időben picit visszavettünk a tempóból, az ellenfelünk kicsit följebb jött a játékba, de összességében a győzelmünk nem forgott veszélyben. Az NB3 keleti csoportjának élén a Nyíregyháza Spartakusz áll 27 ponttal, úgy, hogy 25 lőtt gól mellett mindössze 3-at kapott Mátyus János együttese. A szakvezető szerint nem jelent terhet csapata számára már 9 meccses győzelmi sorozat. Engem semmiképpen nem nyomaszt, hanem inkább feldob. Ha jól hallottam, az NB-s csapatokat idevéve egyetlen egy 100%-os csapat van Magyarországon, az Spari, de nem ezért nyeregetünk, azért nyeregetünk, mert szeretnénk feljutni. Minél korábban szeretnénk eljutni ahhoz, hogy ki lehessen azt jelenti, hogy a Spari feljutott. Ez még persze nagyon-nagyon messze van, de a tét, illetve az elmúlt hetek eredményei semmiképpen sem nyomasztanak minket. A Nyíregyháza Spartakusz a 10. fordulóban a Somosese csapatát fogadja. A mérkőzés szombaton 15 órakor kezdődik a Városi Stadionban.
Együttműködési megállapodást írt alá a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórháza Nyíregyházi Sportcentrummal. A szerződés értelmében a kórház a szakmailag indokolt és sürgős ellátást igénylő esetekben soron kívüliséget biztosít a sportolók számára a vizsgálatok elvégzése során. Ma az élsporthoz elengedhetetlenül hozzátartozik a minőségi orvosi háttér biztosítása, a megfelelő prevenció és sérülés esetén a minél gyorsabb ellátás, mivel nem mindegy, hogy egy sportoló mennyi kihagyás követően tér vissza a pályára. A kórház és a sportcentrum közötti megállapodás értelmében baj esetén a lehető leggyorsabban segítséget kapnak a sérült versenyzők. Olyan módon föl van készülve erre ellátásra, hogy mind az infrastruktúra, mind a műszerezettség, mind a szakembereknek a tudása és biztosítva van, hisz büszkén mondhatom, hogy a kelet-magyarországi régióban az egyetlen sportkardiológiai rendelésünk fog indulni most, tehát biztosan nagyon sokan tudják azt, hogy váratlan szívhalál egy pályán összeesik a játékos, na ezeknek a kiszűrésére is lesz lehetőség, és azt gondolom, hogy ha egyetlen egy ilyen életet meg tudunk menteni, akkor ezeknek az együttműködéseknek iszonyatos nagy, hát hogy mondjam, sikere és nagyon nagy eredménye ez. A megállapodás a Sportcentrum 1600 versenyzőjét, köztük a csapatsportágok képviselőit, a kosárlabdázókat, a röplabdázókat és a kézilabdázókat érinti. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Októbertől ez év végéig a kormány 350 ezer hektár állami földet értékesít, ami az összes magyarországi termőterület 6%-át jelenti. Az állami földekért felelős államtitkár tájékoztatása szerint hetente átlagosan 500-600 árverést tartanak majd. Az eladásra kínált birtokok 98%-át már bérlik, elsődlegesen nekik kínálják fel elővásárlásra a területeket. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara célja, hogy 2018-ra a szakképzésben résztvevő tanulók 70%-át hozzá tudják segíteni a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez. A duális szakképzés szabályozása mellett a szakképzési hozzájárulás is jelentős változásokon esett át, hangzott el egy vásárosnaményban tartott fórumon. A Nyíregyházi Állatpark kategóriájának legjobbja Európában. Anthony Sheridan független állatkerti elemző alapítványa idén is közzétette állatkerti minősítési rangsorát. Ez alapján az 500 ezer látogató alatti kategóriában lett az első a Nyíregyházi Állatpark. A Kölcsei Televízió híradóját látták szerdán. A legfrissebbekkel csütörtökön este jelentkezünk, híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, egy anticiklon peremén északkelet felől szárazabb, október első napjaiban fokozatosan kissé melegebb levegő érkezik. Éjjel egyre kevesebb felhőre számíthatunk, csapadék nem lesz, az északkeleti szél estétől mérséklődik, csak elszórtan lehetnek még élénk széllökések, hideg lesz az éjszaka, talajmenti fagy is várható. Reggelre általában 3 fokig csökken majd a hőmérséklet. Holnap napközben nagyrészt gyengén felhős időre van kilátva, sok napsütéssel, csapadék nélkül, az északkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hét utolsó napjaiban nagyobb részt napos, döntően száraz időre számíthatunk, a péntekre virradó éjszaka is szokatlanul hideg lesz, többfelé várható talajmenti fagy. Később enyhülnek az éjszakák, fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés, vasárnaptól már 20 fok felett alakul a nappali órák hőmérséklete.